Tehát Micsitik Fáni vagyok, és én is azzal kezdtem, hogy megköszönöm a meghívást, és nem csak én gyakran tudom magam a konferenciákon, és itt egyáltalán nem tudtam magam, úgyhogy az előttemben szólalóknak az előadásaiért is köszönet. Az én előadásom annyiban kilóg, hogy én egyéb irányú politika történeti intézet ösztöndíj programjának a keretei között a polgári engedetlenség, illetve az erőszakmentes ellenállás témájával foglalkozom. Ez viszont kevéssé volt beilleszthető a rendszerváltást követő 25 évnek az értékelésében, és ezért a hajléktalanságról, ami egyébként közel van tulajdonképpen én szakmámhoz, a szociálpolitikához, pontosabban a hajléktalanságra az elmúlt másfél, illetve 2,5 évtizedben adott államválaszokról fogok röviden beszélni. És az alaphangot egy Libó István idézettel szeretném megadni, aki azt írta 1942-ben az Elit és Szociális Érzék című eszében, hogy természetes, hogy hirtelen társadalmi vagy gazdasági válságok idején, csak úgy, mint földrengés vagy árvíz idején, szükség van alkalmi segítő és jóléti munkára. Jaj azonban annak a segítségnek, mely gátak építése helyett örökké csak a gyülekező házakat akarja megtámasztani, és mikor a válság állandósulását látja, nem a társadalom szerkezetében rejlő okokat keresi és küszöböli ki, hanem a szociális munkát állandósítja, és szociális érzék címén a bajok tüneti kezelésére való állandó készséget fejleszt munkában. És a Bigó gondolatához majd az előadásom végén vissza is szeretnék térni. És mielőtt belekezdenék azonban abba, hogy mi történt az állam részéről a hajléktalanság kezelésével kapcsolatban az elmúlt 2,5 évtizedben, nagyon röviden arról, hogy hol tartunk most. És ezzel összefüggésben nyilván az egyik legelső dolog, ami eszetekbe juthat, ami önöknek az eszébe juthat ezzel kapcsolatban, és joggal, az a hajléktalanság kriminalizálása, illetve a hajléktalan emberek hatósági üldözése. És az, hogy ez jut elsőre eszünkben, ez egyszerre jól megalapozott és politikai szempontból is indokolt, másrészt pedig mégis egy kicsit félrevezető. Megalapozott egyrészt azért, hiszen ez egy kiemelkedően fontos probléma, a hajléktalan emberek hatósági üldözése egy embertelen gyakorlat, amely egyúttal alapjogokat sért. Ráadásul egyszerre mutatja a jelenlegi rezsimnek két kiemelkedően fontos jellemzőjét is. Egyrészt az elfogadásának a körülményeivel kapcsolatban, ez mutatja ennek a rezsimnek az alkotmányos demokráciához való viszonyát, amennyiben a hajléktalanság büntethetőségének technikai értelembe vett jogi alapjait az alaptörvény 4. módosításával teremtette meg a kétharmados kormánytöbbség, azt követően, hogy egyébként 2012. novemberében az Alkotmánybíróság egyértelműen kimondta, hogy a hajléktalanság büntetésének nincsen legitim alkotmányos indoka, és az alapjogokat sért, és ezt követően az erről szóló jogszabályokat megsemmisítette. Másrésztről pedig szintén mutatja a hajléktalanság kriminalizálása azt a folyamatot, ami 2010 óta zajlik, és amely egyszerre jelenti az állam jóléti funkcióinak a visszaszorulását és az állam büntető funkcióinak a megerősödését és kiterjedését, ráadásul oly módon, hogy ez az utóbbi nem csak saját jogán, hanem az állam egyéb iránt elvben szociálpolitikai vagy szociális tevékenységének a rovására is megy, tehát maga a szociálpolitika is egyre inkább alárendelődik az alsó osztálybeli emberek, a szegénységben élők megregulázására, fegyelmezésére, büntetésére irányuló kormányzati szándékoknak. Mindeközben, hogyha rátekintünk erre az ábrára, ami az úgynevezett közterület életvitelszerű használata miatt indított szabálysértési eljárások számát mutatja, a piros vonal az egy kumulatív mutató, és a kék oszlopok mutatják a havi értékeket, akkor azt látjuk, hogy 2013. október közepe óta nagyjából 500 esetben indult ilyen eljárás, egyébként nagyrészt ezek az eljárások figyelmeztetéssel zárultak, és hogyha ennél is közelebbről megnézzük azt, ami 2015-ben történt, akkor azt látjuk, hogy havi van olyan hónap, amikor csak egy, van olyan, amikor 4, és maximum 15 eljárás indult, tehát azt látjuk, hogy noha megvan immár az alaptörvényi szinten is, és aztán a szabálysértési törvényben, illetve a fővárosi közgyűlés rendeletében és helyi rendeletekben is megvan a hajléktalan emberek hatósági üldözésének a jogszabályi lehetősége, ez mégsem vált széleskörű gyakorlattá, vélhetően egyébként a széleskörű hazai és nemzetközi tiltakozásoknak, és nem mellesleg a rendőrség
látens ellenállásának köszönhetően is. Tehát úgy tűnik, hogy nem él a magyar állam azzal a lehetőséggel, amit egyébként nagy csinnadratával biztosított magának, hogy mindig végső soron egyébként elzárja azokat az embereket, akik arra kényszerülnek, hogy utcán éljenek. És miközben ennyire, jelenleg legalábbis ennyire alacsony intenzitású a hajléktalan emberek hatósági üldözéséről szóló jogszabályok rendőri alkalmazása, azt látjuk, hogy ezzel együtt továbbra is közel 10 000, illetve több mint 10 000 férőhelyet működtet a magyar állam éli menedékeken, átmeneti szállásokon, és minden mellett nappali melegedőket, utcai szociális gondozó szolgálatokat és egyéb a hajléktalan ellátás rendszerét képező szolgáltatásokat is. Tehát tulajdonképpen továbbra is alapvetően a rendszerváltást követően kialakult hajléktalan ellátási szemlélet uralja a magyar állam hajléktalanságra adott válaszait, és nem, továbbra sem, a hajléktalan embereknek a hatósági üldözése, illetve kriminalizálása. Ettől függetlenül ennek a jelentőségére majd azért vissza fogok térni. De akkor kezdjük el a történetet, ami tehát a rendszerváltás éveivel kezdődik, amikor Magyarországon ismét tömegessé vált a hajléktalanság. Azt hiszem, hogy erős a késztetés, hogy ezt valamiféle az államkapitalista rendszerek szétbomlásából következő és ilyen értelemben rendszer specifikus folyamatnak tekintsük, és ezzel kapcsolatban érdemes azonban összevetni a magyarországi folyamatokat azzal, ahogyan az amerikai Egyesült Államok esetében a tömeges hajléktalanság kialakulásáról szóló irodalom megnevezi annak strukturális okait. Ez elsősorban a deindustrializáció, tehát a stabil ipari munkahelyeknek a visszaszorulása, az állam visszaszorulása a lakhatás területéről, illetve az egyenlőtlenségek növekedése. És mi történt Magyarországon a rendszerváltás éveiben? Illetve úgy is feltettem a kérdést, hogy mi nem történt ezek közül a rendszerváltás éveiben Magyarországon. De közelebbről a lakhatás területén a két legfontosabb strukturális oka a hajléktalanság tömegessé válásának az egyrészt a lakhatás és a lakásfenntartás piacosítása, tehát egy újra komodifikációja zajlik a lakhatásnak, annak minden aspektusát ideértve. Az első ábrán látják az önkormányzati bérlakások számának a rendszerváltás éveiben történt radikális, majd azt követően is folytatódó csökkenését. A következő ábra pedig a háztartási elemi árak változását mutatja, és ott a kapcsolódó deregulációs folyamatoknak a következtében egy szűk 10 év alatt a 10-szeresére növekedett a háztartási elemi ára, amit nyilvánvalóan nem követtek sem a bérek, sem pedig a társadalmi juttatások. És ezzel párhuzamosan visszaszorultak azok az úgynevezett köztes lakhatási formák, amelyek korábban a legalacsonyabb jövedelmű emberek, illetve a legalacsonyabb jövedelmű munkásoknak mégis valamiféle szállást biztosítottak. Itt a munkásszállóknak a férőhely számának a csökkenését látják, enyhén levágva, sajnos. És másrészt pedig az al- és ágybérletben lakó háztartásoknak a számának a csökkenését is, ami hasonlóképpen radikális volt. És történt ez pont abban az időszakban, amikor egyébként a csökkenő reálbérek, a csökkenő foglalkoztatás következtében egyre többen szorultak volna rá az állam által nyújtott lakhatási és egyéb támogatásokra. A hajléktalanság tömegessé válását a rendszerváltás éveiben azt tulajdonképpen dramatizálta és politizálta az a tüntetés hullám, amit maguk a hajléktalan emberek hajtottak végre 89-90 terén, itt elsősorban a Blaha Lujza téri ülőszmerekre, illetve a pályaudvarokon történt demonstrációkra kell gondolni, különös tekintettel a déli pályaudvar úgymond elfoglalására, ahonnan ezek a képek is származnak. Két fontos dolgot érdemes ebben vagy ezzel kapcsolatban kiemelni. Az egyik az, hogy ez egy olyan érdekes történelmi pillanatban történtek ezek a demonstrációk, amikor az egyébként már saját maga felszámolásán dolgozó korábbi államkapitalista rendszer arra se volt alkalmas, arra se volt képes, hogy az ott megfogalmazott követeléseket, hogy munkát és lakást biztosítson ezeknek az embereknek, sem volt képes biztosítani, ugyanakkor nem volt képes, vagy már nem volt hajlandó ennek a rendészeti elfolytására sem. Egyrészt. Másrészt, noha valóban ennek a rendszernek a végúráinál járunk, az a határozottság, amivel a tüntetéseken résztvevő hajléktalan emberek a követeléseiket megfogalmazták,
az valójában nagyon is abban a keretben fogalmazódott meg tehát, amely nyilvánvaló módon magán viseli a rendszerváltást megelőző évtizedek hivatalos állami ideológiája által facilitált szociális jogtudatot. És ez egy érdekes elméleti kérdés, hogy lehetnek-e embereknek szociális jogai egy olyan államban, amely egyébként nem jogállam. Ez nem egy olyan kérdés, amiben én most bele szeretnék menni, az viszont bizonyos, hogy az a több évtizedes tapasztalat, hogy egy olyan állami berendezkedésben éltek ezek az emberek, amely tehát azt állította magáról, hogy ő felelősséget vállal az állampolgári lakhatásának megélhetésért, ez nem volt hatás nélküli, és ezért is követelhettek ennyire magabiztosan munkát és lakást a pályaudvarokon, illetve a Blahadúzatéri aluljáróban tüntető emberek. És ebből aztán sajnos nem lett semmi abban az értelemben, hogy nem történt ilyen rendszer szintű a lakhatást középpontban helyező válasz a hajléktalanságra, viszont ezeknek a tüntetéseknek nagyon jelentős szerepe volt a hajléktalanellátó intézményi rendszer kialakulásában, illetve annak a kezdeteiben. És tulajdonképpen nagyon rövid idő alatt a legkülönbözőbb használaton kívüli, vagy pont a rendszerváltás következtében funkciójukat vesztett épületekben adhok hajléktalanellátó intézmények alakultak ki, így például egy budaörsi katonai laktanyában, a Csillerbérci úttörőtáborban, és még a hajógyári szigeten egy korábban hadi kárpótlásként épített, majd később visszavásárolt hajónak a gyomrában is. És fontos, hogy ezek a kezdeti válaszok, ezek sokkal inkább hasonlítottak katasztrófavédelemre, mint társadalmi politikára. És időközben ez a kezdeti hozzáállás a hajléktalanság problémájához, ez túlnőtt magán abban az értelemben, hogy már nem adhok megoldásokról, hanem a szociális törvényben leszabályozott ellátási formákról volt szó, és ahogy itt az ábrán látják, különösen a rendszerváltás éveiben meredeken, de azt követően is a mai napig folyamatosan emelkedik az átmeneti szállásokon, illetve éveli menedékhelyeken elérhető férőhelyeknek a száma. Ami egyrészt nyilván egy fontos előrelépés abból a szempontból, hogy ez az ellátórendszer mégis nagyon sok embert megóv attól, hogy ne legyen más választásuk, mint a mindennek kiszolgáltatott, fedél nélküli, tehát közterületi lét. Ugyanakkor egy másik fontos szempontból nagyon is problematikus, ami történt, tehát a rendszerváltás kezdeti éveinek a folyamán. És ebből a szempontból, hogy magában nem volna jelentősége, azt gondolom, hogy mégis érdekes, hogy ezeknek a kezdeti adhok időszakban kialakult ellátó intézményeknek egy jelentős része még most is működik, például a Józsefvárosi Vajdahunyag utcában egy volt munkásőr laktanyában a Mentmel alapítványnak az átmeneti szállója, Zuglóban egy volt katonai egészségügyi vonaton egy éjjeli menedékhely, vagy egy kőbányai árparaktárban kialakított hajléktalanellátó intézmény. Ugyanis ez is mutatja, hogy a hajléktalanságra adott állami válaszok az elmúlt 2,5 évtizedben alapvetően megmaradtak ebben a kezdeti katasztrófavédelmi hozzáállásnak a keretei között, és továbbra is elsősorban, illetve szinte kizárólag az életmentésről szólnak, és nem a lakáspolitikáról, nem a társadalompolitikáról. Ezt jól mutatja az is, hogyha összeolvassuk Bognár Szabolcsnak az 1988-ban megfogalmazott javaslatait, amely szerint a főváros nagyszámú légópincéje óvóhelye közül kérnék kerületenként egyet-kettőt az illetékesektől, hogy egészen igénytelenül berendezhessen azok számára, akik hajléktalanok. Azzal a több mint két évtizeddel később született kormányszóvivői nyilatkozattal, amely szerint a kormány azt kéri az önkormányzatok és közintézmények vezetőitől, hogy nyissák meg a hajléktalanok nappali fogadására alkalmas helyiségeiket, és lehetőség szerint biztosítsanak meleg teát, felkérték a MÁV-ot, hogy a nagyobb városokban tegyék lehetővé egy-egy váróterem nappali nyitvatartását, a Honvédelmi Minisztérium pedig napokon belül meleg takarót, ruhát biztosít a rászorulóknak. Tehát mintha mi se történt volna több mint 20 év alatt, továbbra is, mint egy meglepetésként éri a magyarországi társadalmat minden télen, hogy emberek élnek az utcán, és nagyon hasonló válaszok fogalmazódnak meg állami szinten, az ilyen adhok megoldásokra, amelyek arra alkalmasak lehetnek ugyan elvben, bár hogy aztán később ez kiderül, erre sem alkalmasak rendszerszerűen, hogy a fagyhaláltól megóvják az embereket, arra biztosan nem, hogy hozzásegítsék őket, hogy legalább esélyük legyen valamiféle emberhez méltó lakhatás elérésére.
És akkor ezzel összefüggésben érdemes föltennünk azt a kérdést, hogy mi történt mindeközben a hajléktalanság mögött rejlő strukturális okokkal. És alapvetően azt kell mondanunk, hogy nem sok. Ugyanis a magyar állam egyrészt sokat költött bizonyos időszakaiban lakáscélú kiadásokra, itt a 2000 és 2010 közötti időszakot láthatják, ahol a narancssárga vonal mutatja GDP arányosan a magyar állam összes lakhatási célú kiadását, és ennek a jelentős növekedését a vizsgált időszak körülbelül közepéig kétharmadáig. Ugyanakkor ezért nem a rászoruló háztartások lakásfenntartásának, illetve a lakhatási biztonságának a biztosításáért viselt fokozottabb közfelelősség volt az oka, hanem szélsőségesen pazarló és szélsőségesen rosszul, tehát igazságtalanul célzott a lakáshoz jutás, tehát a lakás vásárlását támogató olyan támogatások voltak, mint például a személyjövedelemadó kedvezmény, a kamattámogatás, illetve a jelzálog támogatás. Az előbb a legelsővel kapcsolatban mutatta be Hegedűs József egy 2006-os tanulmányában, hogy az erre költött súlyos milliárdok, azok kétharmad részt a leggazdagabb felső 20%-ához jutottak a magyar társadalomnak. És itt látják tehát ezeknek a lakásvásárláshoz kapcsolódó kamattámogatásoknak, illetve adókedvezménynek az aggregált költségét. Ugye itt több évben bőven 100 milliárd fölött is járunk, és alkalmanként közelíti az érték a 200 milliárdot. Összehasonlítva azzal, amit a magyar állam, illetve részben az önkormányzatok lakásfenntartási támogatásra költöttek, ami tehát egy olyan pénzbeli ellátás, ami egyébként 100%-ban a legszegényebb 10%-hoz jut, és azt látjuk, hogy hát ennek a töredékét költötte a magyar állam azoknak a támogatására, azoknak a lakásfenntartásának a támogatására azok, akik erre igazán és elsősorban rászorultak volna, és tehát a többszörösét a vizsgált időszakban több mint 1000 milliárdot költött el olyan embereknek a támogatására oly módon, akik erre nem voltak rászorulva, illetve igazságtalanul. És tehát miközben ez persze csak egy példa annak ahogyan nem került tehát kezelésre a hajléktalanság mögött álló strukturális probléma. Ekközben persze továbbra is működött a hajléktalanellátó intézményrendszer, ami helyzet ahhoz hasonlatos, mint a székfoglalós játék, ami tudják arról szól, hogy körbe rakunk székeket, szól a zene, körbe kell szaladni, és amikor megáll a zene, akkor mindenki keres magának egy helyet. Csak ugye annyi a trükk, hogy nincsen mindenkinek hely. És tulajdonképpen arra állt rá a magyar társadalom, illetve a magyar állam, hogy hát elkezdjen foglalkozni azokkal, elkezdje gondozni azokat, akiknek, amikor a zene leállt, nem jutott hely, hogy vajon miért volt az, hogy őnekik nem jutott hely, biztos nem figyeltek oda. Vagy lehet, hogy volt fiatalabb felnőtt korukban egy sportbalesetük, és akkor ezért nem tudtak gyorsan szaladni, nem értek oda időben. Tehát ezeket a kérdéseket tette föl a hajléktalan ellátó intézményrendszer, és egyébként a hajléktalanságról szóló szakirodalom jelentős része is, nem függetlenül attól, hogy ezt alapvetően a hajléktalan ellátásban dolgozó emberek írják. És azt a kérdést viszont senki nem tette föl, hogy miért nincs elég szék. És hogy amíg nincsen elég szék, addig mindig lesznek azok, akik ilyen vagy olyanokból, és persze ha keresünk, akkor biztos majd találunk valamilyen személyes okot, kimaradnak ebből, az analógiából visszatérve a valóságba, kimaradnak az emberhez méltó lakhatásnak a lehetőségéből. Vagy egy másik képpel, nagyon sok szó esett arról, hogy a lakhatási lehetőségeknek mondjuk az osztály hierarchiáján kik vannak legalul, hogy ők nagyobb részt férfiak, mint nők, hogy milyen az átlagos iskolai végzettségük, hol laktak azt megelőzően, hogy a lakhatási létrának a legaljára kerültek, de azzal soha nem foglalkozott az állam, hogy föltegye azt a kérdést, hogy a létrának a legalja egyébként miért a Blahalbuszatéri aluljáróban van, és nem mondjuk egy szobakonyhás szociális bérlakásban valamelyik külvárosi területben, hogy nem mondjak valami nagyon ambíciósan. És akkor tehát ennek tükrében hogyan kell értékelnünk, hogy hogyan érdemes értékelnünk a hajléktalanságra adott állami válaszokat? Egyrészt nyilvánvaló, hogy a hajléktalan ellátás nem jelent megoldást a hajléktalanságra, definíciós szempontból sem, hiszen a hajléktalanságnak az ellentéte nem az, ha ezeket az embereket besúfoljuk tömegszállásokra, hanem az, hogyha nekik is lehetőségük van emberhez méltó otthonhoz jutni. De abból a szempontból sem jelenthet megoldást, hogy nagyon leegyszerűsítve kétféle hajléktalan ellátó intézményt tudunk elképzelni, az egyik egy ilyen tömegszálló, amit ugye lehetne még létrehozni, de ettől nem feltétlenül lennének kevesebben még az utcán élők sem, hiszen ezek annyira alacsony színvonalú szállást tudnak csak biztosítani, hogy az emberek egy jelentős része nem gondolná azt, részben megalapozottan, hogy nekik érdemes oda bemennie.
A másik alternatíva létrehozni tisztességes a keretek között, tehát a tömegintézmények keretei között mégis valamiféle tisztességes ellátás biztosító szállásokat. Ezekből viszont úgy lehetne a jelenlegi Magyarországon tucatjával létrehozni az új intézményeket, hogy nem lennének kevesebben ettől az utcán élők, tudni, annyira sokan élnek a hajléktalanság szélesebb értelmében leírható helyzetekben, lakáshelyzetekben, pontosabban a lakástalanságnak a különböző helyzeteiben, hogy már így is az átmeneti szállók egy jelentős része nem alulról, a korábban fedél nélkül élőkből, hanem felülről a lakásukat elvesztő keltöltőknek föl, és hogyha lennének tisztességes átmeneti szállók, megfizethető áron, mert hogy egyébként ezekért fizetni kell, akkor nagyon sok olyan ember, aki most túlárazott munkásszállón, vagy szívességi lakáshasználóként és ehhez hasonló helyzetekben él, nekik egyszerűen megérné leköltözni úgymond ezekbe az intézményekbe. Másrészt, a hajléktalan ellátás elsősorban a tömeges hajléktalanság jelentette legitimációs válság, és nem a hajléktalanság, mint társadalmi probléma kezelésére szolgál. A hajléktalanság az egy különös esete a társadalmi problémáknak, illetve a szegénység megnyilvánulási formáinak is, és nem csak abból a szempontból, hogy a legszélsőségesebb esete talán a szegénységnek, hanem azért is, mert egy nyilvánvaló esete. Nem lehet letagadni, és nem kell hozzá a központi statisztikai hivatal közleményeit olvasni, hogy tudjuk, hogy miről van szó. Tehát ilyen értelemben az nem egy opció az állam részéről, hogy ezzel ne tegyen semmit. És hogy ez a semmitevésnek az elkerüléséről, illetve a társadalom teendőiről szól listán, a hajléktalanok kitipálásáról szól nagyon jelentős részben a hajléktalan ellátás, vagy Gyűri Péter szavaival egy provokatívan látható probléma részleges láthatatlanná tételéről, és a rendszerszerű megoldások adhok intézkedésekkel történő kibekkeléséről. És ebben egyébként hasonlatos ez a válaszmód a hajléktalan emberek hatósági üldözéséhez, ami szintén elsősorban arra irányul, hogy láthatatlanná tegye a problémát, illetve hogy visszahívja azt a legitimációs veszteséget, amit az állam nyilvánvaló inkompetenciája vagy cselekvés képtelensége hozott létre. És harmadrészt, a hajléktalanellátó intézményrendszer többet tesz a hajléktalanság mögött rejlő alapvető hatalmi egyenlőtlenségek legitimálásáért, mint azok megváltoztatásáért. Ugyanis azzal együtt, hogy és ezt most nem becsülném le, hogy nagyon sok embernek az életét tölti meg a hajléktalanellátó intézményrendszer, az általam nyújtott segítségnek az az ára társadalmi szinten, hogy egy ahhoz hasonló kényszeres gondolattársítás jött létre, illetve szilárdult meg a magyar társadalomban a hajléktalan és a hajléktalan szálló között, mint amilyen egyébként a beteg és a kórház, a bűnöző és a börtön, vagy a katona és a laktanya között van. És ez pedig ahhoz vezet, hogy amikor találunk egy hajléktalan embert az utcán, akkor nem azt a kérdést tesszük föl, hogy neki miért nincs otthona, hanem azt a kérdést tesszük föl, hogy miért nem megy be a szállóra. És ez a kérdés pedig nem csak a kíváncsiságról szól, hanem a hibáztatásról is. És azáltal, hogy a hajléktalan ellátás ugye nem alkalmas a hajléktalanság problémájának a megoldására, sőt a mögöttes okoknak az érdemi kezelésére sem, viszont a megoldásnak a látszatát adja, ezért kitűnően alkalmas arra, hogy a társadalomról, illetve szűkebben az államról és az azt vezető politikai uralkodó osztályról a hajléktalan emberekre terelje vissza a hajléktalanságukért viselt felelősséget. És akkor végezetül, hogyha így járunk, akkor mégis mi volna a megoldás? Az nem tárgya az előadásomnak, hogy részletezzem az ahhoz szükséges lakáspolitikai, társadalompolitikai reformokat, amelyek a hajléktalanság jelentős csökkentését igényelnék. Elég annyi, hogy ezzel kapcsolatban, legalábbis ennek a legfontosabb elemeivel kapcsolatban alapvetően szakmai konszenzus van, és ez bizonyosan ki kell, hogy terjedjen a szociális bérlakások számának a növelésére, illetve egy tisztességes színvonalú lakásfenntartási támogatásnak az országos normatív jelleggel történő működtetésére. Ugyanakkor ma Magyarországon egyre kevésbé az jelent intellektuális kihívást, hogy megmondjuk, hogy mit kellene a szociálpolitikának csinálni, hiszen minél rosszabb a helyzet, bizonyos szempontból annál egyszerűbb a megoldás, mert még a félmegoldások is sokat segíthetnének egy ennyire szociálisan lerombolt, illetve lerabolt társadalomnak az állapotán. Tehát nyilvánvalóan politikai változásokra van szükség ahhoz, hogy a hajléktalanság egyrészt ki tudjon törni ebből a katasztrófa védelmi megközelítésről, másrészt pedig, hogy idővel érdemben csökkenni tudjon. És fontos, hogy itt nem csak az Orbán rezsimnek a leváltására gondolok, hanem a liberális ellenzékre is, amennyiben az egy ténykérdés, hogy a jelenleg a liberális ellenzék fontosabb pártjait alkotó politikai szereplők mit csináltak,
vagy ami legalább annyira fontos, mit nem csináltak, amikor 2002 és 2010 között hatalmon voltak, és ebből a szempontból nem sok jót várhatunk el tőlük sem, például a szociális bérlakásokkal, vagy a hajléktalanság kezelésével kapcsolatban. És addig is, én azt gondolom, hogy két dolgot érdemes viszont már a politikai változások eljöveteléig is, illetve részben ennek elősegítése érdekében tennünk. Egyrészt ki kell használni azt a lehetőséget, amit a nem fideszes vezetésű önkormányzatok léte jelent. És ezt hozzátenném azt, hogy legalábbis ahogy a polgári engedetlenséggel a Józsefvárosban kiküzdött kilakoltatási moratórium példája mutatja, helyi szinten még a fideszes kormánypárti hegemóniát is gyakran inkább meg lehet törni, ha az ember kellő eltökéltséggel lép fel, mint országos szinten. Másrészt pedig azt kell azt gondolom biztosítanunk, hogy amikor összedől ez a rendszer, akkor mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy ez nem csupán azért volt elnyomó, amit mondjuk a szólásszabadsággal, vagy a médiahatósággal, vagy a bírák kényszerű nyugdíjazásával kapcsolatban tett, hanem azért, mert jól előre látható módon szélsőséges szegénységbe tartott százezreket, illetve kiszolgáltatottságban és létbizonytalanságban milliókat. Tehát, hogy egyértelmű legyen, hogy mondjuk nem csak az alkotmánybíróságnak a jogkörét kell egyébként helyreállítani, hanem a jóléti állam biztosította a szociális minimumot is. És akkor az utolsó mondat nem is az enyém, hanem Bibó Istváné. Az ítélet nem a szociális érzék konkrét megnyilvánulására és nem a valóban végzett szociális munkára vonatkozik, hanem azok önigazolási vágyból eredő hamis értékelésére és az erre alapított társadalmi önelégültségre. És akkor ezzel meg is köszönöm a figyelmet.